videófelvételt készítek erről az újszerű állapotú Pioneer a 676-os high-end erősítőről. Egy referencia erősítőről van szó, mindjárt rázumolok. Rendkívül szép hangú és hatalmas erősítő, nagyon nagy teljesítménnyel. Szinte újszerű állapotú karcolás, nem láttam rajta sehol. Nagyon jó állapotban van. Egy gyönyörű darab. Kis mélyen megillusztrálom. Nagyon jó hangja van. Hát ebben nem lehet csalódni. High-end technológia, nem is kell róla többet beszélnem szerintem. Aki ismeri, az tudja, hogy mit vesz. 4 hangfal kimenetes. A hátulján lévő csatlakozási pontokat illusztrálni fogom, de csavaros kábel csatlakozás. A bakelit lemezjátszót elindítom róla, hogy lásd, hogy mindenféle szempontnak megfelel. Átkapcsolok fonóra. Csoda szép hangja van. Egy száma előrébb léptetem. Itt jobban ismerünk esetleg. A bakelitnek is, a bakelit lemezjátszónak is van egy MT subsonic kapcsolása, akkor van egy MC, van egy MC subsonic, egy sima MC, egy MM és egy MM subsonic kapcsolási lehetőség. 4 állási kapcsolási lehetőség van bakelit lemezjátszóinkhoz. Hát ebből is tudjuk érezni azt, hogy na, ez a készülék, ez biztos, hogy mindent fog kezelni, ahogy az elő van írva. MM-en kell hallgatni. Hát köszönöm szépen, hogy megtekintetted róla készült videófelvételem. Egy pici tisztítás ráfér még a készülékre, és akkor egy vadonatúj állapotú készülék fog a tulajdonodban lenni, használatodban. Köszönöm még egyszer, hogy megtekintetted róla készült videófelvételem, és kérlek, tekints meg róla készült nagyfelbontású képeimet is.